Így fest most a Csanaki út. A Csanakhegyi templom és a temető közvetlen szomszédságában új, közel 20 parkolót alakított ki az útkezelő szervezet. Az összesen 25 millió forintból megvalósított beruházás munkálatai még júniusban kezdődtek, az eredmény pedig önmagáért beszél. Itt nagyon jelentős és nagy számú egyházi rendezvény és egyéb rendezvény is zajlik, és ezért parkolókra is szükség van. A lakók, az itt lakók és a környéken élők már régóta kérték és szerették volna, hogy itt parkolók kerüljenek kialakításra. Ennek most volt itt az ideje, hiszen ennek a területnek a fejlesztése, átrendezése megtörtént az elmúlt időszakban. Elkészült a Hegyalja utca teljes szakasza, illetve a templom előtt egy kiemelt gyalogos átkelőhely is elkészült, és ehhez kapcsolódva tudta a város kialakítani az itt látható parkolókat. A kivitelezést Győr útkezelő szervezete végezte a lakossági igények figyelembevételével. Pontosan azért, mert ugye ez egy családi házas környezet, itt a parkoló kialakítását térkővel, betontérkővel oldottuk meg, és hát nem aszfalttal, pontosan azért, hogy egy igényesebb külső legyen. Ezáltal a járdát is egy más színbe, egy sötétebb szürkébe, a parkolót pedig egy világosabb szürke térkővel építettük ki. Illetve hát a vízelvezetésnek a problémáit is megoldottuk. Ez pedig már Ménfőcsanak egy másik új parkolókkal átépített szakasza. A közel 40 milliós beruházás nagy részét itt is az útkezelő végezte. A csapadék vízelvezető csatorna azonban a Győr-szól munkáját dicséri. A közel 30 parkoló mellett a szegélyek, a kapubejárók és a járdaburkolat is a fejlesztés részét képezi. Régi volt már ez a nyílt csapadékvizes árok, ki volt burkolva a mederlapokkal, és ezek már be voltak dőlve, be voltak szakadva, tehát mindenképpen indokolt lett volna a karbantartása. Viszont a másik nagyon nagy probléma volt, hogy itt az út szélén kellett parkolni a járműveknek, és ezáltal akadályozták a forgalmat. Tehát most megoldották, a kivitelezők nagyon esztetikusan és nagyon örülök neki, és tényleg a lakosságnak is a visszajelzés alapján csak pozitív visszajelzések vannak. Ménfőcsanak infrastruktúrális fejlesztései az elmúlt időszakban jelentősen hozzájárultak ahhoz, hogy egy szebb, városias jellegű környezet alakuljon ki, és ahhoz is, hogy a beruházások funkciójukat tekintve is előrelépést hozzanak a városrészben.